Elképzelhető, hogy a nyuszis lányok például tojnak a világ békére? Leköptél. Áragulj. Jó esett? Nem, de letörlöm. Mi történik, ha megismétlem? Akkor visszaadom. Ja, Isten, nem tudok rád nézni. Mi a problémám? Na, semmi. Pár perc választ el minket attól, hogy együtt játszunk. Izgulsz, mert látszik, hogy a külsőben, hogy enyém ez a sport. Nagyon profiláltak? Ja, egyrészt. Annak aggodalmai? Izgulok, de másrészt nem akarok veled beszélgetni, főleg játszani. Olyan undorító az ez. Hát, de hát mi kell a másikat így fájdalmatok? A barátnőd lelegelni egy héti kócot szarna. Vissza. Mondom ezt, hogy én a csajokhoz mondom. Ó, hát bocsánat, én kérek elnézést. Alig várom a játékot. Én is. Happy birthday. Milyen nyelven mondjam még el? Amilyen nyelven szeretnéd elmondom, hogy boldog születésnapot? Japánul. Zenkutsu dacsigeden balai. Téged nem csalt meg soha, Peti? Engem soha. Ja, várjál. Amikor még a legelején, szerintem egyszer igen, de ez soha nem vallotta be. Tehát azt hiszem, amikor két hete voltunk együtt, akkor volt ott, bekavart egy lány, de azt mondja, hogy nem. De szerintem igen. A Kata az első olyan nő az életemben, akit annyira szeretek, hogy nem tudnám megtenni, és annyira egyek vagyunk, hogy azt gondolom, hogy ennél nagyobb szerelem nem lesz az életemben. Ismert személyiség? Nem, egy senki. Csaj? Még jó, hogy csaj. A megcsalás az, hogyha nem tudja a másik. Mire leköptelek? Szarra köptél le. Nem melegítettem Katával, tök ügyes keze van. Nagyon rosszul leszek, mert nem... Akkor se szájon át lélegeztetésnek sem, akkor mentőhívás. Jó, nem rög. Csapat, köszönöm. Köszönöm, nem. Jó. Ez csalás van. Ez csalás. Mindjárt utána járunk. Nagyon-nagyon csalódtam magamba, nagyon magaménak éreztem a versenyt. Lehet, hogy valami csalás van itt ebben a dologban, és hogy a vizeletet elkérhetném, és akkor elvinném bevizsgálást. Hajdú Péter vizelete van a kezemben. Ki tudnám vizsgáltatni, és fény derülhetne arra, hogy használt-e doppingot. Ő azt állítja, hogy semmilyennel nem ért, és hiszek neki. Bosszuljuk már meg Petit. Mit? Hogy? Bosszuljuk meg, hogy megcsalt Petit. Benne vagyok. Mármint 6 évvel ezelőtt év. Nem, szívesen leszek az áldozat. Nagyon cuki vagy, nem akarom megbosszulni. Miért akarsz mindig ennyire nyerni? Mindenkit megvertél, tavaly is nyertes volt. Hát, hogy elindulsz egy versenyen, nyilván te is szeretnél nyerni. Csinál a háttérbe, hogy az életed kedvezőtlen fordulatot vett, például a magasság terén, de viszont ezért állandóan küzdened kellett megbizonyítanod. Lehet. Van ennek ilyen biológiai háttere, ennek a megcsalás, hogy lehet, hogy ilyen túl sok orgazmushoz juttattad a szervezetedet nagyon fiatalon, és ennek köszönhetően. Tiszta hülye vagy. Melyik lesz fordulatosabb könyv? Ez vagy a Dömsödié? Ennek a beszélgetésnek szerintem itt van vége.